karbantartások, felújítások javában zajlanak a nyári munkálatok a Nyírtáfő ZRT-nél Nyíregyházán. Mindenki tankol, a nyaralni indulók, a külföldi turisták és a mezőgazdasági gépek is fogyasztják az üzemanyagot. Sitku Ernő emléktorna, a Debrecen, a Paks és a Budapesti Honvéd érkezik szeptember 6-án és 7-én a Continental Arénába. Javában zajlanak a nyári karbantartási és felújítási munkálatok a Nyírtáfő ZRT-nél Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A távhőszolgáltató jelenleg a Bethlen Gábor utcán végez nagy volumenű korszerűsítést, de dolgozni fognak még a nyár folyamán a Pazonyi téren, az Erdősoron és az Ószőlő utcában is. A társaság ezekben a hetekben kalkulálja az előző fűtési idény visszafizetéseit, de az már látszik, hogy a magasabb átlag hőmérsékleteknek köszönhetően a legtöbb lakosnak a szokásostól nagyobb összeget írnak jóvá. Másfél hete tombol a kánikula, legtöbben már nem is emlékszünk arra, hogy néhány hónapja még nem hűteni, hanem fűteni kellett a lakást. Hivatalosan május 15-én zárult az előző fűtési szezon, de már az azt megelőző időszakban is magasabb volt a külső hőmérséklet a szokásostól. Ezt Nyíregyháza távhőszolgáltatójánál, a Nyírtávhő Kft-nél is érzékelték. Mint azt Jó László ügyvezető elmondta, a korábbiaknál több visszafizetés lesz a lakosság részére augusztus második felében a kisebb hőfogyasztások miatt. Ezek a visszafizetések, ezek jelenleg vannak kalkuláció alatt. Számszerűsíteni még nem tudom, de azt tudom mondani, hogy mindenképpen visszatérítés lesz, tehát több lesz a visszatérítés, mint amennyit be kell fizetni. Jelen pillanatban úgy működik a rendszer, hogy június 30-án történt egy leolvasás, körülbelül ugye 2 hete, és ezt a leolvasást dolgozzuk fel jelen pillanatban. Amennyiben ezek a feldolgozások megtörténnek, a költségosztás maga, ezeket kiküldjük a lakóközösségek képviselőinek, azok ugye jóvá hagyják ezt, vagy sem, újrakosztjuk, stb. Ha jóvá hagyják, akkor ez alapján elkészülnek az elszámoló számlák az egyes fogyasztókra. Ez feltehetően július vége, augusztus eleje legkésőbb, és ez alapján értesülnek a fogyasztók arról, hogy visszakapnak, vagy befizetésük van. Már nagyjából másfél hete forgalomkorlátozás van érvényben a Bethlen Gábor utcában. Ennek oka a Nyírtávhő Kft. Legkomplexebb nyári felújítása. Ezekben a napokban itt a meleg víz és a fűtés csöveit is korszerűbbre cserélik. Az ilyenkor szokásos nyári karbantartási munkálatokat egyébként már májusban a fűtési szezon végeztével megkezdték. Ez azt jelenti, hogy 2 hétig a teljes rendszeren az aknáinkat, hiszen közel 300 távfűtési aknánk van, ezeket vizsgáljuk át, ezeket tömítéseket cserélünk, festünk, takarítunk, ugye fertőtlenítünk, tehát ezek az aknakarbantartások megtörténtek. Ezen kívül egyéb karbantartások folyamatosan mennek, a hőközpont karbantartások, ezt a saját dolgozóink, a műszakos dolgozóink végzik. Illetőleg hát hitelesítésekre került sor, ami hőmennyiségmérő hitelesítést jelent, hiszen közel 1000 darab hőmennyiségmérőnk van, és ebből az idén 200 darab körülbelül az, amit hitelesíteni kell. Ezek már megtörténtek a kiszerelések, és jelen pillanatban hitelesítési laboratóriumban vannak. Ezen kívül szivattyúkarbantartás van folyamatban, ugye 1400-1500 szivattyúnk van, tehát van mit csinálni bőven, illetőleg hát érintésvédelmi felülvizsgálatok, hiányosságok pótlása, ezek a karbantartási munkálatok. Ezen kívül pedig júniusban elkezdtük a felújítási munkákat, a beruházási munkákat. Itt a város gyakorlatilag teljes terjedelmét lefedjük, azaz minden város részben van mit csinálni. Ezeket a vezetékcseréket, hőközpont felújításokat és villamos korszerűsítéseket ütemezetten végzik a Nyírtávhő Kft. Szakemberei egészen az új fűtési szezon kezdetéig, azaz szeptember 15-éig. Nagyobb volumenű munkálatok még a Pazonyi téren, az Erdősoron és az Ószőlő utcában várhatóak. Jó László hozzátette, érdemes a fűtési idény kezdetéig elvégezni az otthoni festést, radiátorfestést. Ne a szolgáltatás beindítása után kelljen újra leállítani a rendszert. Emellett fontos az is, hogy a hidegebb hónapok előtt légtelenítve legyenek a fűtőberendezések, elkerülve ezzel a komolyabb kiadásokkal járó javításokat.
Motor és személyautó ütközött össze szerda este a 403-as elkerülő főútvonal és a 4-es főút csomópontjában. A motoros Nyírbogdány felől haladt Oros irányába, amikor egy ukrán rendszámú személygépjármű vezetője a stopptáblát figyelmen kívül hagyva kihajtott elé. A motoros férfi beleütközött az autóba, majd beszorult az alá, a tűzoltók emelő párnák segítségével tudták kiszabadítani. A súlyos sérüléseket szenvedő motorost a helyszínen látták el a mentők, majd stabil állapotban szállították a Józsa András Oktató Kórházba. A rendőrség még vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Minimális az üzemanyagok átlagárának változása, benzin esetében 616, míg gázolaj esetében 623 forintos árakkal találkozhatunk a kutakon. Akik most tervezik a nyaralás költségvetését, azoknak hasonló, tartósan 610 plusz-minusz 10 forintos árakkal kell számolniuk. Mint a szakértő elmondta, még így is a régiós országok átlagára alatt van a magyar átlag. Benzinből átlagosan 0,3%-kal, gázolajból pedig 1,2%-kal adtak el kevesebbet 2024 első felében, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az év első 6 hónapjában a teljes üzemanyag fogyasztás több mint 1,8 milliárd liter volt. Ennek mintegy 40%-a benzin és közel 60%-a, vagyis több mint 1,1 milliárd liter dízel. A prémium benzin iránti kereslet 12,3%-kal, a hasonló kategóriájú gázolaj kereslete pedig 16,4%-kal nőtt. A sima üzemanyagokat viszont kevesebben keresték. A 95-ös benzin fogyasztása 2,6%-kal, míg a gázolajé 2,5%-kal csökkent. Ennek pedig több oka is van. Amióta 600 forint feletti átlagárakat látunk a kutakon, és ez hát köszönhetően az évelei 40 forintos jövedéki adóemelésnek, egy csökkenő tendencia látszik, ami ilyenkor nyáron némileg megugrik, és a hazánkba érkező külföldiek tankolásával is minimálisan nő, de az Ásványolaj Szövetség adatai szerint is kevesebbet tankolunk idén, mint az előző évben ugyanazon időszakban. Van egy olyan réteg, akinek mindegy, hogy mennyi az üzemanyag, ha 1000 forint lenne, akkor is tankolna és ugyanannyit járna, akár az adott jármű kategóriától, tehát olyan felső kategóriás járművekbe tankolják ezt, ahol a prémium adalékolt magasabb oktánszámú üzemanyagot javasolja akár a gyártó is. Tehát ilyen szempontból van egy olyan réteg, aki nem árérzékeny, és szeretné az autóját költségmentesen fenntartani azzal, hogy a jobb minőségű üzemanyagot tankolja. A szomszédos országok áraihoz képest jól állunk, a régió átlagára alatt van a magyar. A benzin esetében 10 forinttal, a gázolaj esetében pedig 7 forinttal olcsóbb hazánkban az üzemanyag. Ezért felsőbb kormányzati beavatkozásra nem kell számítani. És ezért már a környező országokba se érdemes átmenni, csak a tankolás miatt. Most pont Romániában és Horvátországban is jövedéki adóemelés lépett életbe, és Romániában az elmúlt másfél évben tényleg több mint 100 forinttal is olykor alacsonyabb árat tudtunk fizetni a benzin, illetve a gázolajért. Most éppen nézem a legfrissebb összehasonlításunkat, az árkülönbség nagyjából ilyen 25 forintra olvadt el a Magyarország és a romániai árak között a benzin esetében, ami azt gondolom, hogy most már nem egy olyan csábító különbség, ami miatt érdemes akár 40-50 kilométert is autózni a határ mentén, hogy tankoljunk. Hogyha a gázolajat nézem ilyen szempontból, akkor ott szintén már csak egy ilyen 20 forintos különbség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kihozza a matek, ha valaki leül és kiszámolja, hogy csak azért átmenni Romániába, hogy tankoljanak az alacsonyabb üzemanyagárért, mert nem nagyon érdemes. A szakértő azt is elmondta, ellátási problémától nem kell tartani a mezőgazdasági gépek tankolásai miatt sem. Aki pedig még a nyaralási költségvetését tervezi, tartósan 610 plusz-minusz 10 forintos árakkal kell számolnia. Szerdán bejelentette a MOL, hogy újra csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árán csütörtöktől. Előbbi esetében bruttó 4 forintot, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forintot. Így utóbbiért átlagosan 623, míg a benzinért 616 forintot láthatunk a töltőállomások tábláin.
Nem feltétlenül szegény, aki nem jár évente legalább egy hetet nyaralni. Ugyanakkor tény, hogy a magyarok többsége csak spórolás árán engedhet meg magának egy-egy nyaralást. Egy friss felmérés szerint 10-ből mindössze 3-an terveznek egybefüggően legalább egy hét vakációt maguknak és családjuknak ezen a nyáron. Közel 20 ezer forint, ennyibe kerül egy-két gyermekes család számára a belépőjegy Nyíregyháza vagy épp Hajdúszoboszló strandjain. Hazánk nagyobb tavainál pedig 10-15 ezer forintot kérnek el a kasszáknál egy családtól. És ehhez jönnek a közel 2000 forintos lángosok, 3000 forintos ebédek, 1000 forintos sörök, jégkrémek fejenként. Egy friss felmérés szerint a magyar lakosság mintegy 70%-a nem engedheti meg magának, hogy egybefüggően egy egész hetet töltsön nyaralással 2024-ben. A felmérés rámutat arra is, hogy a nyaralást tervezők átlagosan 11 napra utaznak el a nyáron itthonról. A válaszadók negyede háztartásonként 100-300 ezer forintot, 18% 300-500 ezer forintot, 17% legfeljebb 100 ezer forintot, 9% 500 ezer forint és 1 millió forint közötti összeget, 6% pedig több mint 1 millió forintot tervez költeni. Fábián Gergely szerint nem csak az anyagi helyzet miatt alakulhattak így a felmérés adatai. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez valamiféle fajta szegénységmutatót jelent, hanem egyszerűen azért, hogy a bérek vagy a jövedelmek azok nem vagy kevésbé tartottak lépést az inflációval, és nyilvánvalóan drágább is lett a nyaralás, hogyha a kiadási oldalt vizsgáljuk. A másik oldalról különösen fogalmazunk így, nem szeretem ezt a kifejezést, de fogalmazunk leegyszerűsítve úgy, hogy a vidéki Magyarország, ott azért a mezőgazdaság, a mezőgazdasági munkák, a régen úgynevezett hogy háztáji, tehát a ház körüli tevékenységek, ahol a növényekkel, az állatokkal kell foglalkozni, az mindig nyári időszakra csúcsosodik ki. Ilyenkor van a dömpingje a mezőgazdasági munkáknak, és nem is igazából tehetik meg az emberek, hogy ezt csapot-papot ott hagyjanak és elmenjenek. Az egy hét, egybefüggő egy hetes nyaralás pedig eleve lehetetlen ebből a szempontból. A szociológus úgy látja, a nyaralási szokásaink összefüggenek a kulturális és egyben gazdasági örökségünkkel. Ugyanakkor hangsúlyozta, Magyarország jó természeti adottságai miatt sokak számára nem létszükséglet, hogy elhagyja a lakóhelyének környezetét. A Google térkép alapján Magyarországon ennyi gyógyfürdő található, vagyis szinte minden vármegyében lehetőség van a jó minőségű strand használatra. Mi Magyarországon az elég sok vízzel rendelkezünk, abban az értelemben, hogy vannak folyóink, vannak kisebb-nagyobb tavaink, hogy olyanok is vannak, akik mondjuk ezeknek a közelében, vagy ezeknek a mentén élnek, bármikor tudnak kikapcsolódni, strandolni, és nem biztos, hogy feltétlenül abba gondolkodnak, hogy nekik el kellene utazni valahova, távolabbra vagy messzebbre. A szakember hozzátette, a vármegye székhely lakosainak nyaralási szokásait évtizedek óta vizsgálják, és ebben a körben egyértelmű javulás látható. Ez ugye a 2000-es években, a 2008-10-12 körül még nagyon hasonló arányokat tapasztaltunk, ahol mondjuk azt mondja, a nyíregyháziak körül kétharmada nyilatkozott úgy, hogy nem. És ez kifejezetten anyagi okokból nem tudja megengedni magának. És aztán körülbelül 2012-től javult, sokat javult a helyzet, eljutottunk a kétharmadtól egy körülbelül 50%-ig, ami azt jelenti, hogy a nyíregyházi lakosoknak a fele mondja azt, hogy igen, megengedheti magának, tehát rendelkezik olyan anyagi forrásokkal, hogy el tud menni nyaralni, az is igaz, hogy a másik fele meg azt mondja, hogy nem. És ugye amikor az arányok így, és ez nem lett rosszabb ez a mutató, így a 2020-as évekre, tehát ez most már majdnem azt kell mondani, hogy körülbelül 10 évben nagyon standard. A felmérésben megkérdezettek 44%-a azt mondta, akkora megterhelést jelent neki és a háztartása számára a nyaralás, hogy hónapokon keresztül kell spórolnia hozzá, amiből az is következik, hogy a nyaralás nem csak a jövedelmektől, hanem a választott értékrendtől is függ. Csak egy példa a számtalan lehetséges közül. Napi egy doboz cigarettával számolva egy dohányos éves szinten megközelítőleg 700 ezer forintot költ az egészsége rombolására, amelyből akár egy 4 fős családi nyaralás is megvalósítható lenne az ország bármely népszerű turisztikai célpontjánál.
Ha pedig nyaralás, akkor szinte biztos a strandolás, ami ugyanakkor veszélyekkel is jár. Érzékeny fülkagyló, láz, gyengeség, váladékozás. Ezek a főbb tünetei a nyári időszakban gyakori hallójára gyulladásnak. Bár a fájdalom csillapítására számos házi praktika létezik, a nem gyógyszertári, illetve nem fülbe való készítmények használatától az orvosok óva intenek. Javában tombol a nyár, ami egyet jelent a strandolással. Az önfelett medencézésnek és hűsítő csobbanásnak azonban sajnos negatív következményei is lehetnek, hiszen ilyenkor a leggyakoribb betegség a hallójárat gyulladás. Ez gyakorta az uszodai vagy természetes vizekben történő fertőzés miatt alakul ki. A tipikus tünet ugye a fülfájás, általában egy oldali, de előfordul, hogy mind a két oldalt érinti. Súlyosabb esetben ugye, hogyha nem csak a külső hallójárat gyullad be, hanem mondjuk egy középfülgyulladás is kialakul, akkor azért akkor tényleg kifejezetten erős fájdalom, láz, levertség, gyengeség is jelentkezik. Amennyiben erős panaszok vannak, nem érdemes otthoni kezeléssel próbálkozni, hanem orvoshoz vagy fülorgégészhez kell fordulni, aki fülcseppet, szükség esetén fájdalomcsillapítót, súlyosabb esetben pedig antibiotikumot ír fel. De fontos a megelőzésre is figyelmet fordítani. A melegítés az valamelyes segíthet, enyhítheti a fájdalmat, de alapvetően azért inkább ugye a gyógyszeres kezelés, a fülcsepp, ilyesmi, ami fontos, illetve hát amivel megelőzés szintjén lehet segíteni, az, hogyha fürdőzés, medencézés vagy szabad vízben való fürdőzés után lehet kapni gyógyszertárban vény nélkül ilyen fültisztító spréket, és akkor annak a használata javasolt, hogy ugye a potenciálisan szennyezett víztől megtisztítsuk a hallójáratot, valamint ugye arra kell odafigyelni, hogy fürdőzés után például klíma ne érje, mert akkor is könnyebben begyulladhat a hallójárat. Sajnos sok téves házi praktika terjed, mint az ecet vagy a fokhagymás olajjal történő csepegtetés, de ezeket az orvos határozottan elutasítja. Kiemelte, hogy ami nem gyógyszertári készítmény és nem a fülbe való, az semmiképpen ne alkalmazzuk. Amennyiben az erős fájdalom egy-két napon belül nem szűnik, láz, illetve váladékozás jelentkezik, sürgősen orvoshoz kell fordulni. Az országos szúnyoggyérítési program keretében jövő hét hétfőn végzik Nyíregyháza lakott belterületén a földi kémiai szúnyoggyérítést, tájékoztatott a város önkormányzata. A vérszívók ritkítása a napnyugtát követő órákban történik, a közlemény kitér rá, az alkalmazott készítmény a kiuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Érdemes ugyanakkor néhány fontos védőintézkedést megtenni a gyérítés idején. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Három A-csoportos csapat lesz a rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sitkó Ernő emléktornán. A nyíregyházi klublegenda korábbi csapatai közül a Paks, a Budapesti Honvéd és a Debrecen lép pályára a Continental Arénában. A tornát szeptember 6-án és 7-én rendezik meg. 4 éve már, hogy nincs köztünk a korábbi 149-szeres válogatott kosárlabdázó Sitkó Ernő, akinek emlékét többek között egy tornával is ápolja egykori klubja. Az ellenfeleket az elmúlt években sem kellett kapacitálni, hogy elfogadják a meghívást, mivel az egész kosárlabda társadalomban szerették a pályafutása befejezése után sportvezetőként dolgozó, a magyar kosárlabdázás 100 halhatatlan játékosa közé beválasztott sportembert. Az idei tornán 3 korábbi klubját láthatják majd a szurkolók a Continental Arénában. Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt. Talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most
minden bizonyal az egyik legerősebb kerettel, legerősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sitkoenő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az atomerőmű ese, a Deac, illetve a Budapesti Honvéd ese csapata mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő, nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekre a csapatokban is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén. A játékosok még szabadságukat töltik, a klub vezetői azonban nem pihennek, így szinte teljes a következő szezon játékos kerete. A távozókról korábban már hírt adtunk, illetve az érkezőkről is. Még egy olyan játékos van, egy fiatal magyar játékos, akinek a szerződtetése a porondon van, hiszen gyakorlatilag a 12-es keretből 11-en már megvannak. Egy légiós igazolással is közel állunk, őt majd az augusztusi időszakban fogjuk bejelenteni, illetve hogy ez a magyar játékos aláír, akkor azt gondolom, hogy kész a keret. Legalább olyan erős, mint a tavaly. Én bízom benne, hogy őket felül tudjuk írni azt az eredményt, amit tavaly elértünk. Szeretnénk ott lenni a legjobbak között, akár a dobogón, aztán majd meglátjuk, hogy ez a feljutás elég lesz. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Merin Mekmedovics, az ő segítő stábban azonban történtek változások. Szobi Dániel abbajta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző. Amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezető edzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve úgy Merin, mint én is szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, ha szabad így fogalmaznom, a mi kutyánk kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezető edzői vagy edzői csapatába fognak tartozni, úgyhogy egy nagyobb stábban fogunk a jövő évben dolgozni. A nyíregyházi kosarasok mintegy 50 fiatal mellett már ott lesznek a július 29-én kezdődő hagyományos képzőtáborban, a tényleges felkészülés pedig egy héttel később indul. A Sitkó Ernő emléktorna szeptember 6-ai nyitónapján a két cápák a Budapesti Honvéd ellen lépnek pályára, a Pas pedig a Debrecennel méri összetudását. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Ezen a nyáron is korszerűsíti távhő vezetékeit a Nyírtávhő Kft. Nyíregyházán. A szakemberek jelenleg a Bethlen Gábor utcán végeznek nagy volumenű felújítást, de dolgoznak még a nyár folyamán a Pazonyi téren, az Erdősoron és az Ószőlő utcában is. Jó László, a társaság ügyvezetője elmondta, ezekben a hetekben kalkulálják az előző fűtési idény visszafizetéseit. Az pedig már most látszik, hogy a magasabb átlaghőmérsékleteknek köszönhetően a legtöbb lakosnak a szokásostól nagyobb összeget írnak jóvá. A Magyar Ásványolaj Szövetség összesítése szerint az első fél évben jelentősen visszaesett a hazai benzinkutak forgalma a tavalyi év ugyanezen szakaszához képest. Benzinből és gázolajból is kevesebbet használtak hazánkban, de a prémium üzemanyagokból jóval több fogyott. A nyári főszezonban ez a különbözet csekélyebb. A rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mellett 3 A csoportos csapat lesz a vendég az idei Sitkó Ernő emléktornán. Szeptember 6-án és 7-én a nyíregyházi klublegenda korábbi csapatai közül a Budapesti Honvéd, a Debrecen és a Paks lép pályára a Continental Arénában. Július 18-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön rögtön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Péntekre sem ígérkezik lényegi változás az időjárásban, marad a mérsékeltebb hőség, délen a magasabb, északon az alacsonyabb maximumokkal. Általában napos idő lesz jellemző, amit gomoly felhősödés zavar meg időnként, de csak kevés helyen valószínű csapadék előfordulása. A hőmérséklet maximumai térségünkben 28 és 33 fok között alakulnak.